van az első intézkedés, az a korrupció és a közbiztonság kérdése. Gazdaságpolitikáról sokat lehet vitatkozni, nagyon nehéz, nagyon bonyolult kérdés egy magyarországi méretű ország esetében jó gazdaságpolitikát végrehajtani. Én ezt készséggel elismerem. Nem így áll a helyzet a közbiztonság esetében és a korrupció esetében, mert az eltökéltség és akarat kérdése elsősorban. Ezért a következő kormánynak itt kell először eredményeket elérnie. Most a korrupció az különösen fájdalmas dolog. A Fidesz programját elkészítő szakértők különböző számításokat végeztek, remélem a következő kormány ezeket majd tudja használni, ahol kiszámoltuk, hogy mekkora volt Magyarország vesztesége amiatt, hogy nagyipari méreteket öltött a korrupció Magyarországon az elmúlt 4 évben, és hogy rossz privatizációs döntéseket hoztunk. És ez az összeg, amit elvesztettünk 4 esztendő alatt, ez 1200 milliárd forint, amit ha érthetővé akarok tenni, akkor azt kell mondanom, hogy a korrupció és a rossz privatizációk miatt minden magyar család az elmúlt 4 esztendőben 500 ezer forinttal lett szegényebb. Ezért az első teendő ennek a megállítása. Mindig azt mondtam, hogy ha a korrupciót fel akarjuk számolni, akkor a következő kormánynak a belülről kifelé és felülről lefelé elvet kell követni. Először a kormányban kell rendet rakni, utána az államigazgatási szervekben, és úgy kell haladni aztán a gazdasági élet felé. Tehát egyetértünk, hogy a legfontosabb teendő korrupció és közbiztonság felszámolása. A következő, tehát a második számú teendő, amit az ön kérdésére meg tudok jelölni, az az 1999-es költségvetés elkészítése. És a mi számunkra a 99-es költségvetés elkészítése azt jelenti, hogy a családi típusú adózást be kell vezetni az adórendszerbe, a nyugdíjak reál értékét garantáló passzusokat be kell vezetni a költségvetésbe, és a TB járuléknak, itteni vitában már többször említett, jelentős mértékű csökkentését végre kell hajtani. És van egy közvetlen harmadik kategóriába sorolható feladat, hogy megindul a tanév szeptemberben. És ezért az első intézkedések között ott kell lenni a tandíj eltörlésének, hogy azok, akik szeptemberben kezdik meg főiskolai és egyetemi tanulmányaikat, azoknak már ne kelljen tandíjat fizetniük. Amire persze megint lehet azt mondani, hogy nincs a tandíjra pénz, de hát mindannyian tudjuk, hogy az összes magyar főiskolás és egyetemi hallgató mindösszesen 2 milliárd forintot fizet be tandíjgyanánt. Én azt állítom, hogy még a Fidesz a mostani kormányétól eltérő gazdaságpolitikája, ha nem tud megindulni 99-ben, akkor is lehetséges, a mostani költségvetés keretszámai mellett is lehetséges volna, hogy ősztől már ne kelljen tandíjat fizetni. A magyar költségvetésben erre a 2 milliárd forintra megvannak a források, többet is meg tudok nevezni, például a rádiótelefonok lehallgatására alkalmas eszközöket a kormány nem megvásárolta, hanem bérli egy cégtől, és minden évben bérleti díj gyanánt 2 milliárd 300 millió forintot fizet, ami ugye több, mint az összes magyar diák tandíja. Tehát a harmadik csomag az a tandíjmentesség megteremtése 1998. szeptemberétől. Műsorvezető úr, hány percünk van még? Hát attól függ. Ugyanis ugye abban állapodtunk meg, hogy 90-100 perc, de ha mondjuk 110-ben állapodtunk volna meg, akkor még lenne 10 perc, de nem. Megállapodástól függ, de először reagálnak, és Tessék. Akkor egyetértés van köztünk, hogy befejezzük akkor? Miniszterelnök úr, ahogyan ön óvatja. Jó. Na, az első, amit szeretnék mondani, a korrupció. Nagyon örülök annak, hogy a Fidesz partner a korrupció leküzdésében. És azt hiszem, nem kell itt emlegetni konkrét dolgokat, mert úgy érzem, hogy a vita stílusa olyan, már ennek a több mint 100 perces vitának a stílusa, nincs értelme egyik párt képviselőjének a másik pártra mutogatni. Azt hiszem, közérthető, hogy miről nem beszél. De örülök, hogy a Fidesz ennek a korrupciónak az élharcosai közé tartozik. Egyébként hagyj egyezzem meg. Magyarország se kivétel, a korrupció így van, de nem jár élen az országok között. A legújabb statisztika szerint 28. helyen vagyunk valahol a középmezőnyben. Ez bennünket nem vigasztal. De szó sincs arról, hogy Magyarország, mint hogy megjelentek itt a választási kampányban olyan